Márk megtartotta magának a labdát, lépett fel a zsebből és próbált. A lehető legtöbb yardot próbálta megszerezni ezzel a futással, de nagyjából meg is felezte ezzel a távolságot. Harmadik és öt. Varga Peti nem tudta megszerítani a labdát. Így eljutottunk a negyedik kísérletig, és ahogy látom, vagy láthatjuk, Márkék nem mennek le, tehát nem lesz punt kísérlet, ugye nagyjából egyébként nem is lenne értelme, hiszen field goalhoz messze vagyunk, punthoz pedig már közel az endzonehoz. Megpróbálják első szándékból megoldani negyedikre a Farkasok. Márk azonnal kilép, és találja meg Cidók Marcit középen. Megvan a first down, mehetnek tovább a támadók, első és 10. Nagyjából a vendégek 35 yardosa a line of scrimmage vonala. Jó a snap. Egy idobső játék, de most át is adta futása Márk, és 34-essel Gombos Dév. Jól nyitották a lyukakat középen a srácok, és csinálták az utat Dév előtt. Második és 3 marad a játék. Ismét megtartja Márk magának, jó védelmet kap. Jó az elkapás, Bartos talál meg a bal szélen. Bartos picit táncolt. És odaértek hozzá ketten is a vendégek védői közül. Andrej Bendák volt az egyik. És Sasa Jokic. Sőt, 52-esnek láttam én. Akkor David bácsi volt a két védő a sárga mezesektől, akik odaértek Bartosra. Most Márknak föl kell lépni a zsebből, de ismerjük, tudjuk, hogy Márk mennyire gyors lábon. Nagyon szép irányító futása Farkasok irányítójától. Második és nagyjából 2 yard. Egy futójáték középen. Nem túl sok yard, de igazándiból nem is volt lényege Marci Máténak, hogy nagyon sok yardot fusson, hiszen ezzel, ha jól látom, igen, integet a bíró, mehet a chain, megvan a first down, mehetnek tovább a Farkasok. Pont annyit hozott Marci Máté, amennyire szükség volt, semmivel sem többet. Most még első és 10, hiszen éppen, hogy 10 yardon kívül van a marker, és a bíró is ott áll, ugye onnan jöhetnek a srácok. Ismét Marci Máté nagyon szépen lépked a Wolves futója a sárga mezesek között. Innen föntről legalábbis nagyon szépen lehetett látni, hogy Marci irányt változtat. Így két misztekült is sikerült a vendégeknek összegyűjteni. Nagyjából 4 yard volt Marci futása. És egy sérült játékos a pályán. Kérnénk szépen orvosi segítséget, hiszen a vendégek egy játékosa lent maradt.
Nagy tapsot kérnénk szépen a Rebels játékosának, aki viszont a saját lábán tudja hagyni a pályát, az mindig jó. Remaining time of the half is 8 minute 24 seconds. Hátralévő idő a fél időből 8:24. Köszönjük szépen. Branko Szobsz fogad 45-össel, aki lent maradt egy pár pillanatig és ijesztette meg a társakat, de reméljük, hogy minden rendben van. Innen folytatható a játék. Második kísérlet, nagyjából 7 yard. Jöhetnek a farkasok. Ismét Marci Máté! És egy ismét egy tökéletes extra pont. Szakács Kristóf volt 7-essel, aki ezt értékesítette. Tehát a mai mérkőzés első futott touchdownját mutatta be Marci Máté. De mire elmondtam volna, addigra már megtörtént a pontszerzés, és inkább kapcsoltam a touchdown zenénket. Én bárhonnan is számolom, 3x7, 21, tehát 21-0-ra vezet a hazai csapat, és még csak a második negyedben vagyunk. Tényleg nem bíznak véletlenre a srácok. Ezután, a mérkőzés után, ha mindenki úgy akarja, és a srácok is végigcsinálják így, ilyen ütemben a mérkőzést, és esetleg megvan a döntőbe jutás, akkor majd figyeljétek természetesen a közösségi médiát, közösségi oldalakat, hiszen ugye előre mi még ezt nem tudhatjuk, hogy mikor lesz a döntő, de viszont amikor megvan az információ, azonnal közölni fogjuk. Ez pedig egy touchback. A saját 20 yardosáról fog érkezni a vendégek támadó egysége. Howardnál a labda. Most megtalálja az elkapóját, és Csukodi ér oda hozzá. És ellentmondás nem tűrően földre viszi a vendégek elkapóját, aki nem volt más, mint Alexandru Irimia. Viszont valaki itt az oldalvonal mellett látott valamit, hiszen egy sárga zászló a földön. There was no foul for illegal formation. Second down. Nem történt szabálytalanság végül, tehát második kísérlettel folytatjuk a drive-ot, a mérkőzést. Szóljanak azok a dudák, azok a dobok és minden, ami nálatok van. Csináljátok a zajt. Hangoskodjatok, buzdítsátok a fiúkat. Megint Bicskei kergeti meg Howardot! Nagyon szépen lépett föl Hegedűs Máté a passzába, és ő is majdnem bemutat egy interceptiont Homoki Gergely után. Jár a pacsi a srácoktól, társaktól.
Harmadik kísérlet. Talán nincsen 2 yard még. Ennyire vannak a vendégek. A következő first down-tól a következő első kísérletjogától. De természetesen a farkasok védelme ezt nem szeretné, hogy ezt a 2 yardot megtegyék. Viszont futójáték! És ezzel az előrevetődéssel meg is van a first down a vendégeknek. Jöhetnek tovább a sárgamazesek. Egy felívelt labda és nagyon szép védőmunka. A Wolves két védőjétől Csukodi és Hegedűs voltak ketten, akik levédekezték a Rebels elkapóját, aki ezt meg is reklamálja. Majd Csukodi oda megy, hogy hagyja Spori. Azonnal fordul Howard és egy screen pass. Nagyon szépen kerüli ki a védőket. A vendégek 28-asa. Sigurd Jefferson, Garino. Ismét egy first down térő elkapás a vendégektől. Gyors vágta Bodnár Gergő 52-essel. Rohant fel a pályára. Kicsit adogott a labda, Bánfi is ér oda Howardra. És majdnem megvan, Bodnár Gergő is megkergeti a Rebels irányítóját, aki most föl kell lépni a zsebből is. Tud extra yardokat hozni, mikor is sikerült levinni. Hegedűs és Hunka oldották meg. És egy időkérés a Wolves-tól. Timeout, Wolves, first team timeout, 6:24 remaining of the half, 6:24, 6:24. Köszönjük szépen, tehát 6 perc és 24 másodperc van még fél időig, és ne felejtsétek el, hogy jönni fognak a Dance Lead Hip Hop csapattól, bemutatják nekünk koreográfiájukat itt a szünet elején, tehát ha tehetitek, akkor ne menjetek még a büfébe, várjuk meg őket, nézzük meg őket, hiszen fiatal hölgyek fognak nekünk táncolni. Biztos, hogy nagyon igényes lesz a koreográfia. Most pedig nézzük, hogy a közönség tudja-e, hogy mennyi az állás. Én elmondom a csapatnevet, kiabáljátok be majd az eredményt. Tehát Budapest Wolves! Bukarest Rebels! Köszönjük szépen! A közönség együtt él a játékkal. Ti vagytok a legjobbak. Most viszont... Nem értették meg egymást! Az irányító és a futó. Itt hárman is odaértek a Wolves-tól. Na ennyit jelent a szurkolás. Kiváló védőmunka a feketemezésektől. Ismét a Jefferson futás.
picit sikerült faragni a vendégeknek az előbbi sok-sok negatív drive-ból, vagy bocsánat, negatív yardból. Harmadik kísérlet. Nagyjából 13-14 yard. Jó a snap, jó védelmet kap az irányító, és jó az elkapás. Szakács Kristóf jött oda a vendégek elkapójára. Radu Ene 85-össel mutatta be az elkapást itt az oldalvonal mellett. Így pedig negyedik kísérlet, nagyjából 4 yard. Nézzük, hogy a vendégek mit választanak. Pántolni nem fognak valószínűleg, hiszen fönnmaradt Howard a pályán. És egy időkérés, most pedig a vendégeknél. Time out, Rebels, first team time out, 4 minute 50 seconds remaining, 4:50, 4:50. Taktikai megbeszélés a bírók és a mentők között. Nem működött a beugrasztás. Howard! És... Homoki Gergely, Hegedűs Máté és Horváth Gergely voltak ott hárman. És ez egy újabb, majdnem interception volt. Ebből már a harmadik a mérkőzésen. Most már szeretnénk látni egy normális interception-t is. Úgyhogy srácok, légy szíves. Vagy legyetek szívesek, köszönjük szépen előre is. De viszont... ezzel a jó védelmi megmozdulással fordul a labdabirtoklás, jönnek vissza Márkék, első és 10. A saját 30-asáról indíthatja az offenzívát a Wolves. Gombos Dév kapja a labdát és szép blokkot kap. Nagyjából 2 yardot sikerült Gombos Dévnek megtenni, ugye inkább oldalra ment ez a futás, mint előre.
Gráber Zoltán próbál neki blokkolni. Sőt, maximum egy yard volt ez. Tehát második és 9. Négy elkapóval áll föl a hazai csapat, hogy Varga Peti van ott. Tight endként elkapóban. Cirók Bartos, Varga Peti és Varga Tomi 19-essel. Bartos találja meg Márk. És ha vonalat nézzük, akkor ez egyértelmű first down, mehetnek tovább a Farkasok. Saját 41-esre lesz letéve a labda. Ismét négy elkapó, csak most három jobb oldalt. Márk lép ki a zsebből, van ideje megtalálni az elkapóját, meg is találja Varga Tomit. Ez egy újabb first down térő elkapás a Wolves fiataljától. Itt pedig, ha jól sejtem, akkor készülnek a hölgyek a félidei bemutatóhoz. Tehát ők lesznek a táncosok, nagyon nagy tapsot kérünk nekik! Reméljük, hogy tetszeni fog a produkció mindenkinek, tehát első és 10-zel mehetnek tovább a Farkasok. Gombos Dév most jól lép ki, jó blokkokat kap, megtalálják a lyukakat, és egy sárga zászló Márk mellé ledobva. Offense number 70, 10 yard penalty, replay first down. Kispál Gábor, holding büntetés, a holding szabálytalansága, egy picit hátrébb szorulnak ezzel a hazaiak. Így viszont érvényet feszti Dave-nek a zseniális, a jó futása. Sajnos. Így viszont első és 20 lesz a játék. Varga Tomi fut át keresztbe. Marci Máté ugye blokkol most Márknak. Jó az elkapás, megint Bartos talál meg a bal szélen Márk. Most viszont odaérnek rá a vendégvédők. Andrej Bendák és Sasa Jokic voltak a két védő, akik odaértek Bartosra. Ezzel az eredeti távolságot is megfelezte a Wolves, tehát egy 15 yardos játék volt az előbb. Ennyit ért Bartos elkapása, második és 5. Már most Varga felé ívelt, és közben Kispál mellé érkezik egy zászló. Hands to the face, defense, number 70. 10-yard penalty, the result of the penalty is the first down, and this is also the 2-minute warning, 2 minutes remaining of half, 2-minute warning. Köszönjük szépen, tehát egy vendégszabálytalanság volt, tehát biztos, hogy megyünk előrébb. Ezzel a first down is meg lesz, így van, tehát 5 yard hiányzott. Bőven meg kell, hogy legyen a büntetéssel a következő first down, és meg is kaptuk ezzel a 2 perces figyelmeztetést, tehát 2 perc van még a félidőből. Ugye ez alatt kéne még egy pontszerzés a hazaiaknak, de jó eséllyel meg is lehet, hiszen már az ellenfél 35 yardosán a Farkasok támadó egysége. Már kéri a labdát, át is adja Marcinak. Marci Máté nagyon szépen lépked. Marci Máté stabilan hozza a yardokat. Nagyjából most is számszerűen 5-öt
sikerült begyűjtenie Marcinak. Egyre több fehér pólós hölgyet vettem itt most észre elszaladni megint. Most már nem is tudom hányan lesznek. Na tehát, második és öt. Támad a Budapest Wolves. A következő pontszerzés reményében. Elidobson játék. Jó az irányváltás Marcitól. És Marci Máté ismét megoldja. First down Budapest Wolves. A vörös zónán belül érkezik ezzel Márk és az ő támadó egysége. Zseniálisak vagytok. Most már megtartja. És túldobja Bartost. Megint megtartja Márk magának, nagyon jó védelmet kap. Most érnek oda hozzá és viszik le a földre Márkot. Edward Baric volt az 96-ossal, aki odaért Márkra. És szekkelte a Wolves irányítóját. Timeout, Wolves, second team timeout. 29 seconds remaining of the half. 29 másodperc. Köszönjük szépen. Taktikai időkérés a Wolves-től, ugye meg kellett állítani az órát, hiszen lepörgött volna. 29 másodperccel vagyunk a félidő előtt. És ha jól számolom, akkor maradt egy a Wolves-nek, az az egy időkérése ebből a félidőből. Jó, jön a snap. Márknak muszáj kimozdulni a zsebből, odaérnek hozzá, megvan az elkapás Bartostól! Bartostól is odaérnek ketten. Azonnal rákérték Franciék az időkérést, hiszen nem sikerült kimenni a pálya. Szélén Bartosnak ezzel megállította volna az órát, de nem engedték a vendégvédők. Timeout, Wolves, third, last team timeout, 17 seconds. Köszönjük szépen, tehát 17 másodperccel a félidő előtt. Nem kockáztatok Francescoig negyedikre, inkább Szakács Kristóf vonul fel a pályára, és láthatunk egy field goal kísérletet tőlük. Kell a stabil 3 pont, mint a bizonytalan 6. Én innen ezt bent láttam, de a bírók is azt mutatják, ezzel Szakács Kristóf felpakolt még 3 pontot a Wolves neve mellé. Tehát ezzel az állás módosul, elmondjuk együtt, Budapest Wolves, Bukarest Rebels. Köszönöm szépen, tehát 24-0, és valószínűleg ezzel le is fog menni. Pici félreértés, még nem telt le az idő, nem pörgött még le az óra. Még egy pár másodpercet kérünk, hogy megtörténjen a kirúgás, majd a visszahordás után valószínűleg már el fog peregni, és vége lesz az első félidőnek. Akkor lehet majd bevonulni a táncos lányoknak. Akkor majd én inkább bemondom, jó?
kell, aki egy picit túl buzgóbb volt lelkesedésében. Fölküldte már a csajokat, hogy hát, ha már lejárt az idő, de még nem. Tehát Szakács Kristóf kirúgását láthatjuk most. Jó sokat tölt levegőben, időt legalábbis levegőben a labda, tehát sikerül odaérni a srácoknak. Kardos Kolos lép föl! Talán Hunka Norbit láttam odaérni. És akkor talán a félidő, az első félidő utolsó plét fogjuk látni majd. Amit viszont a Rebels a saját 12 yardosa magasságára fog majd elindítani. Ugye elég rossz. Le is térdel Howard, nem mennek neki már. Lepörgetik az órát. Meg is kapjuk róla a bírói jelzést. Köszönjük szépen, tehát ezzel lement az első félidő. És akkor Dance Lead Hip Hop. A következőben a Dance Lead Hip Hop Tánciskola budapesti haladós csoportjának tanítványait láthatjátok. A tánciskola vezetői Kocsis Brigitta és Pákai Péter az ország 5 különböző pontján oktatják a táncolni vágyókat. Budapesten két helyszínen, a 13. és a 14. kerületben is megtalálhatóak. Tanfolyamjaikra egész évben folyamatos a csatlakozási lehetőség. Kérjük, fogadjátok őket sok-sok szeretettel. Az igen! Dance Lead Hip Hop Tánciskola! Köszönjük szépen, azt hiszem az eléggé igényes volt a lányoktól. Köszönjük Péternek és Brigittának, és gratulálunk a lányokhoz. Kiváló munka. És akkor most szünet, és jövünk vissza a második fél idővel. Ha esetleg van...
Na tehát kérem szépen, akkor indul a második félidő. Holding. Little team 73. 10 yard penalty. First down. Köszönjük szépen, tehát a második félidő pedig vendég visszahordással indult el, ugye az első félidőt a Wolves kezdte, a második félidőt pedig a vendégek, és egyből egy szabálytalanság is volt a pályán visszahordás közben. Bocsánat, egy picikét magasan van nekem, még ezzel lehet, hogy sohanni kellett, hiszen kezdődik a második félidő. Tehát a vendégeknél, a visszahordó csapatnál volt szabálytalanság, így egészen a saját tízesükön belülre kerülnek hátra a bukarestiek. Bicske ijeszget, majd ér oda Howardhoz. Az eldobás pillanatában nagyon jó ütemben ért a bicskei Dani. Howard pedig egy incomplete passzt mutatott be. Tehát ismét működött a passjátetés bicskei Dani révén a Wolvesnál. Ismét működik a passértetés, ismét belehajszolják Howardot egy incomplete passba, viszont egy sárga zászló azonnal, valószínűleg roughing the passer lesz a büntetés. Personal foul, roughing the passer, defense 43, 15 yard penalty, automatic first down. Kozma Bálintot látta a bíró szabálytalannak. Ugye a roughing the passer büntetés az, amikor az eldobás pillanata után érkezik meg egy védőjátékos és üti meg az irányítót. Ezt láthattuk most, ami egy 15 yardos büntetés. Tehát így megvan a first down, mehetnek tovább a vendégek. Kicsit ha meglepődött volna Howard, aki hogy jött a long snap, mint hogyha nem ő kérte volna, hogy induljon el a snap. Úgyhogy nagyon jól csináljátok ezt a hang orkánt, ezt a zavarkeltést. Rendre meg tudjátok zavarni ezzel a vendégtámadókat, tehát szóljanak a dobok! A dudák és minden egyéb, amivel hangot lehet produkálni. Cukadi Máté érkezett a vendégek elkapójára itt az oldalvonal mellett. Christopher Herring 16-ossal volt, aki bemutatta ezt az elkapást. A Rebels részéről, de Cukadi mondhatjuk azt, hogy berepülve megérkezett és kitolta a pálya szélén Herringet. Egy lopsó játék is, megkapja Jefferson. Hunka Norbi ért oda, és tudta megütni, ameddig a társak odaérnek. Ugye ütemvesztést okozott ezzel a futónak, így volt ide a társaknak becsatlakozni Hunka Norbihoz. Második és 8. Bánfi Misi egészen tisztán tudja támadni az irányítót, de futójáték Jeffersontól. Harmadik és 3.
négy elkapó a vendégeknél. És egy szerencsétlen mozdulat. Olyan sebességgel akart elindulni Hegedűs Máté, hogy kikapart. Ha nem csúszik ki a lába, akár még interception is lehetett volna. Hiszen Howard labdája olyan területre érkezett, ahol nem volt elkapó. Úgyhogy valahogy nem értették meg egymást az elkapóival. Megy az ijesztés Homoki Gergely részéről. Jól jön a snap. Most viszont megtalálja az elkapóját Howard. És Hegedűs Máté ért oda. Andrej Bendák volt az elkapó 13-assal a vendégeknél. És ezzel pedig egy first down térő elkapás mutatott be. Már a Wolves 43 yardos a magasságában a Bukarest Rebels. Kicsit magas a snap. Megkergetik Kozmáék Howardot, egy magasan felivett labda. Hosszú is volt, magas is volt, és az oldalvonalon is kiment. Több vagy nem láttam. Mindenki marad a helyén, második és 10. Ismét négy elkapóval áll föl a Rebels. Megint egy picikét magasabb a snap, viszont jó a screen pass. És Hunka Norbert. Tökéletes védő munkája. Ezzel pedig elértünk a harmadik kísérletig, és ha jól látom, akkor egy picivel negatívba tudta Hunka vinni ezt a játékot. Tehát így lesz harmadik és 12. Folyamatosan négy elkapóval állnak fel a támadók a vendégeknél. Most pedig még blokkon is kimegy Jefferson, és próbálja ezt oda csinálni Howardnak. Aki pedig egy jó passz mutat be, de sárga zászlók érkeznek még a play közben. Holding, offense 75, 10-yard penalty, repeat third down. Annyira jól jöttek a védők, és annyira jól sikerült megkergetni Howardot, hogy nem tudták szabályos módon feltartóztatni őket a támadók. Holding büntetés a bukarestiek ellen, és 10 yarddal hátrébb kell menni a csapatnak. Egy picivel visszakerülnek a saját térfelükre a bukarestiek. Borek szűr, bánfja falban. Szépen tolják rá a zsebet Howardra, aki most fel tud lépni és odaér hozzá. Odaért hozzá Borek Dávid, de nem tudja megcsinálni a tekült. Howard pedig nem dobja el maga, cipeli a labdát, és becsomagolják a Wolves védői végül Howardot. Aki ezzel az irányító futással nagyjából le tudja dolgozni a büntetés mennyiségét. Így visszakerülünk az eredeti pozícióba, 4. és 10. És nem készülnek pántra a vendégek, itt már minden mindegy alapon próbálják az eredmény után futni. De nagyon nagy a különbség, 3, sőt 4 labda birtoklási a különbség.
És ez is sikertelen passz, kísérlet a Rebels irányítójától. Az elkapója mögé érkezett egy picit a labdája. Úgyhogy ismét jó védőmunka a Wolves-tól. Ismét pont nélkül tudták tartani a vendégeket. Újra pályán Bencsics Márk és az ő támadó egysége. Itt is egy picit magas volt a snap Kispál Gabitól, és egy futójáték. Gombos Dév futóposzton most a hazai csapatnál. Nagyon jól jönnek a fiúknak ezek a 4-5 yardos futások. Varga mozog át keresztbe, de Varga egy közös, a Peti, és egy nagyon szép blokk. A vendégek 90-esétől. Nikola Prosovacki volt, aki le tudta ütni már labdáját. Így 3. és 6 lesz. Jó védelmet kap már most. És találja meg az elkapót. Bartos Ferenc a bal szélen. Érvényes az elkapás. Megvan a first down, megy, a nyalóka megy a marker, mindenki mozog. Új a first down a feketéknél. Imár a Rebels tér felén. A Falcons-ok támadó egysége. Ismét sikerült beugrasztani a védőket. Márkot pedig megkergetik. Nyilván nem kellett belemenni semmilyen hülyeségbe, hiszen látványos volt a beugrasztás. Valószínűleg offside büntetésre számíthatunk. Offside, defense 90, 5-yard penalty, replay third down. Köszönjük szépen, tehát védőoldalon mozdultak be. Védőoldalon mozdultak be, tehát offside büntetés a vendégek ellen. Ugyanaz a 90-es számú játékos, aki az előbb megcsinálta azt a szép blokkot. Most pedig hamarabb indult el a kelleténél. Na, ha minden zászló visszakerült a helyére, akkor jöhet a következő. Következő play, Márk kéri a labdát, megtartja magának, és Varga Tomit veszi célba. Második kísérlet. Varga Tominak egy gondolata hosszabb volt a labda Márktól, mint amit Tomi beért volna. Nem baj, második és nagyjából 5, de lehet, hogy csak 4 yard. Most viszont működik a Rebels. Pass sietetése, Márknak el kell dobni a labdát, így nem szek lesz, hanem csak incomplete pass. És nem kell hátrébb menni a csapatnak. Sasa Jokic volt, aki megkergette Bencsics Márkot. Itt pedig egy zászló. Intentional grounding, offense number 3, 5-yard penalty, loss of down, spot of the foul, loss of down, fourth down. Még a harmadik. Ez pedig Márk ellen egy büntetés a... Correction, third down. Jó, tehát akkor korrekció együtt büntetés Márk ellen. Picivel hátrébb kell
menni a fekete mezeseknek, és innen kell harmadik kísérletre valami javítást kitalálni. Én azt gondolom egyébként, hogy már eldobta a labdát, de nem volt elkapó a közelben, tehát ez volt a szabálytalanságnak a lényege. Jó a snap. Van ideje Márknak, bele tud állni egy nagy passzba, és Bartos felütt veszi célba! Szakás Kristóf ismét egy tökéletes extrával járul hozzá a pontmennyiséghez. Emlékeztek-e még, hogy hány pontról indultunk? Tehát 24 volt eddig, most pedig 7-et még mellé pakoltak a srácok. Akkor mondjuk el ezt, szerintem. Tehát hány pontnál is tartunk? Budapest Wolves? Bukarest Rebels? Köszönjük szépen! Szakács Kristóf megint egy jó kis kirúgást mutatott be, ami elég kellemetlenül pattogott. Most pedig berobbant Hegedűs Máté a képbe, és akadályozta meg a visszahordást. Tehát az előbb Bartos Ferit nem, hogy célba vette már, de el is találta, meg is találta az elkapót. Ugye ez van, amikor Márkot megbüntetik, és hátrébb sorolják egy pár yarddal, akkor viszont egy nagy játékból is képes a Wolves irányítója pontszerzésre. Tökéletes mozdulatlanság Banfiék részéről, és Banfi majdnem odaérsz Jeffersonra, aki most átvág a másik oldalra, és Tyukodi mellett próbálkozik, de Tyukodi megpróbálja megállítani. Kiblokkolják a Wolves játékosait. Hunka Norbi sántikál le, reméljük, hogy nem történt Norbival semmi komoly. És egy időkérés a Wolvesnál. Time out, Wolves. First team time out. 4 minute 39 second remaining of the quarter. 4:39. 4:39 van hátra a negyedből. Köszönjük szépen. Gyorsan kikérték Francescoék az időt, az első időkérésüket ebben a félidőben, hiszen ez a futás most egy picit összekavarta a fejeket. Rendbe kell tenni a srácokat, nehogy véletlen valami maradandó nyomot okozzon ez bennük, és rámenjen a játék rovására, de nem gondolnám, hogy akkora probléma volt itt. Legyen csak elég, hogy Jefferson nagyon-nagyon szerencsésen is jól vágott ki, és váltott irányt. Az ő sebességével ez a kettő pedig már halálos. De még mindig sikerült megállítani őt. Mielőtt még pontot szerzett volna a vörös zóna előtt, sikerült levinni őt a földre, tehát innen jöhet a Bukarest Rebels. Egy picikét nehezebb dolga lesz most a srácoknak, nagy a nyomás a védelmen, de szerintem nem rajtatok fog múlni, hogy
A szurkolás buzítás meg lesz. Itt a lelátón. Úgy érzem, mindenki megtesz ezért mindent, hogy a védelem a lehető legtökéletesebb munkát tegye le az asztalra. Nagyon nyomták rá Howardra a zsebet. Tyukodi Máté! Egy késői zászló. Én azt gondolom, én nem láttam pass interference, de ha a bírók ezt látták, akkor el kell fogadni. Szerintem jó ütemben ért oda Tyukodi. Pass interference, defense number 35, 15 yard penalty, automatic first down. Tehát akadályozta Tyukodi az elkapót az elkapó mozdulatban. Én ezt nagyon-nagyon határosnak érzem, be lehetett rá dobni, de szerintem ütemben jól ért oda Tyukodi a Rebels elkapójához. Nem baj, lehet javítani, semmi nem történt még ezzel. Picit közelebb került a Rebels a Wolves endzónjához, talán a mérkőzésen most először vannak ilyen közel a hazaiak endzónjához a vendégek. Howard kéri a labdát és keresi az elkapót. André Bendák volt jobb oldal 13-assal, aki külső autót futva várta a labdáját Howardnak. Az első levédekezve jelentem tisztelettel, második és 10. Kell mozogni a Howardnak, és Bicskeyér oda üti ki a kezéből a labdát, és sikerül rávetődni. Kardos Kolos húzta be. Végül Bicskey zseniális megmozdulása, amivel rávetődött hátulról Howardra, ütötte ki a kezéből a labdát. Én szerintem nem volt lent az irányító térde, mikor is a labda kikerült a birtokából, és Kardos Kolos rávetődve megszerezte. Itt fordulni kell a labda birtoklásnak, ez egészen biztos, de várjuk meg, hogy... Pontosan fönt a Wolves támadói. Gyönyörű védőmunka. Bicskei és Kardos Kolos hozták ezt össze. Egy szorongatott helyzetben is zseniális volt. Higgadtan, nyugodtan, ellentmondás nem tűrően Bicskei. Márpedig kimozog és megtalálja a bal szélen Varga Tomit. Gombos Dévnek nyitják az utat a társak, és ezzel meg is van a következő first down. Gombos Dév is hozza a kötelezőt, nem kell több. Ezek az 5-6 yardok nagyon tökéletesen ülnek a srácoknak. Kíváncsi lennék egy statisztikára, hogy a Wolves 3 futója milyen teljesítménnyel zárja majd a mérkőzést. Egy idobsó játék, ismét Gombos Dévnél a labda. És megint jön neki ez az 5-6 yard, ennél nem is kell több. Dév is stabilan hozza. Sőt, lehet, hogy volt ez 7 yard is. Tökéletes. Gyűjtögetik a yardokat a fiúk. Az idő is telik. Második és 3 a játék.
Ismét Gombos Dév. Megállíthatatlan Gombos Dév ebben a három playben. Ez egy újabb first down, a Farkasoknak mehetnek tovább Márkék. Szépen menetelnek előre a fiúk. Rengeteg időt adnak Márknak a társak, és jó az elkapás! Bartos Ferenc! Bartos Ferencnek sem az első elkapása a mai napon. Ő is egy szép elkapott yard mennyiséget tudhat már magáénak. Nem kérdés, ez egy újabb first down, és immár a Rebels tér felén a Farkasok. Ismét egy futás. És egy kicsi a rakás. Marci Máté 32-essel. Ugye ő is inkább oldalra haradt, mint előre. Várta, hogy mikor nyitják meg neki a rést a fiúk. Mikor tud fellépni, majd amikor fellépett volna, rá is zárták az ajtót a narancsága mezes védők. De még így is jött neki 3 yard. Második és 7. Lehet menni tovább. Viszont most lefújták a bírók, így lehet, hogy... De nem akarok butaságot mondani, hogy melyik oldalra, de hogyha a Wolves megy hátév, akkor ez full start büntetés lesz, ezért nem volt szabadjáték. Offside, defense number 99, 5-yard penalty, second down. Akkor viszont mégiscsak offside büntetés, tehát a védők kapták, a védők mozdultak be. Picit azon bizonytalanodtam el, ugye, hogy lefújták a plate. De végül is Wolves szemszögből ez mégis jól alakult. Tehát második és 1. Varga Peti ijesztett, nem találta a helyét, majd bemegy a darálóba ő is. Egy újabb futás. Egy yard kellett, nem kellett több. Megint megvan a first down és lent marad egy vendégjátékos, és kérnénk szépen egy kis orvosi segítséget. Hatalmas tapsot kérünk a Rebels 98-asának. Picit ijesztő volt, hogy lenn maradt a vendégek játékosa. Robert Tambrea volt, aki lenn maradt. Kívánunk neki jobbulást és gyors felépülést. Tehát first down-nak mehetünk tovább, támad a Wolves. Első és 10, a vendégek 32 yardosáról. Már nem gondolkozik, azonnal kimozog a zsebből, majd megtalálja Varga Petit a labdájával. Körülbelül 4 yardot érő elkapás. A feketék 46-osától, és ez egy negyed végejelzés, térfélcsere, és folytatjuk a negyedikkel. This is the end of the third quarter. Ameddig a térfélcsere meg történik,
megemlíteném. Azt szokták mondani, hogy ahogy a támadók nyerik a mérkőzést és a védelmek pedig a bajnokságot. Hát a mai napon azt gondolom, hogy a védők is nagyon durván hozzátették a magukét, hogy a mérkőzésen nulla ponton tartsák a vendégeket, viszont brillíroznak a támadók is. Nagyon szép mozdulatokat láthatunk mind a két csapategységtől. Sőt, talán látunk két zseniális megmozdulást a speciálistól is, úgyhogy mindenki kiveszi a részét a mai mérkőzésen elért eddigi eredményből. Reméljük, ez nem változik. Ha meg változik, akkor meg csak a Wolves oldalán növekednek a pontszámok. És a másik oldal pedig a lehető legalacsonyabban maradnak, vagy nullával zárják a vendégek. És hát ne felejtsük el, hogy ezt mondtam az elején, ez már a döntőbe jutásért megy. Tehát ha ezt behúzza a Wolves, akkor a CFL Cup döntőjében van. És az azért nem egy kis eredmény. Nemzetközi kupa porondon. Mark megtartja magának, és találja meg Ciruk Marcit, akit nem könnyű levinni. Két ember is kell hozzá. Ciruk is gyűjtögeti a yardokat. Bartos mellett. Magas a snap! Marci Máténak azonnal átgyújtja már futásra! És ez egy touchdown! Persze, hát rugassuk meg Szakács Kristóffal ezt az extrát. Ugye ez is sikeres. És akkor ezzel a pontszámmal, ugye ez megint plusz 7. Ezzel meg is lesz a Mercy Rule valószínűleg, ezt még megvárjuk, amíg a bíró bejelenti. Legalábbis az én számolásom alapján bőven meg kell egyen a 35 pont különbség. The point difference between the two teams has reached 35 points, so we will play with running clock. Köszönjük szépen, tehát megvan a 35 pont különbség, ezzel pedig futóórára vált. És ez alapján így fogjuk lejátszani a mérkőzés hátralévő részét. Tehát eddig volt 31 pontja a hazai gárdának. Akkor számoljunk egy picit. Tehát hol tartunk most? Budapest Wolves! Bukarest Rebels! Köszönjük szépen! Pici tanácstalanság, hogy vissza akarják-e hordani, vagy nem. Így viszont kipattog a labda, tehát a 20 yardosra lesz letéve. Touchback, és innentől jöhetnek a narancsárga mezesek, akik viszont elég komolyan fogyatkoznak a mérkőzés vége felé. Sajnálatos módon elég sok sérültet szedtek össze így a mérkőzésen. Nem tudom, hogy ugye nekem az az információ, hogy ők a szerb bajnokságban edződnek. Nem tudom, milyen lehetett náluk a bajnokság. Mennyire volt megerőltető, mennyire jöttek 100%-os állapotban. Viszont a mi fiaink
Nagyon jó formában vannak. Jó a snap. Howard tartja meg, nyomják rá zsebet, megtalálja középen az elkapót. De nem kérdés, ez egy first down térő elkapás volt. Szépen jönnek előre a narancsárgák. Most pedig Szakács Kristófnak kellett kitessékelni a pálya szélén Alexandru Irimiát. Holding, offense 74, 10 yard penalty, replay second down. Köszönjük szépen, tehát egy holding büntetés a vendégeknél. Itt természetesen az elkapás hiába volt jó, nem ér plusz yardokat, sőt még büntetést is kapnak, úgyhogy hátrébb kell vonulniuk a narancsárga mezeseknek. Kis csénigazítás. Viszont a marker visszasétál a scrimmage vonalára. Minden a helyén. Akkor indulhat a támadóidő. És ez egy hosszú labda Howardtól. Megint megkergetik Howardot. Túlzó Mark volt, aki kikergette Howardot a zsebből. Negyedik kísérlet. Nyilván nem fogják elpantolni, hiszen most már futóra is van. Negyedik negyed. Igazándiból már minden mindegy alapon mennek előre a vendégek, hogy legalább a becsület, amit a becsület megkíván, a becsületbeli pontjaikat szépítésként megszerezzék. És egy időkérés a vendégeknél. Közben egy kis technikai információ, tehát valószínűleg ez a mérkőzés már ugye meg lesz, vagy megvan, de hát nyilván ne kiabáljuk el. Ellenben viszont a döntő nagyjából tervezett rendezési időpontja az június 3, június 4, tehát 6. 3. 4. valamelyik a kettő közül, és nagyon-nagyon szeretnénk mi megrendezni. De time out, még... Rebels, first team time out, 7 minutes 08 seconds, 7-08, 7-08 van hátra.
Köszönjük szépen. Tehát nagyon szeretnék a döntőt mi megrendezni, de igazándiból még nincs konkrét információ semmiről. Tehát június elejére várható igazándiból, de megkérek mindenkit, hogy nézzétek, figyeljétek a közösségi médián, vagy médiákon, médiafelületeken. Mert amint megtudunk valamit ezzel kapcsolatban, azt azonnal jelezni fogjuk felétek, de nagyjából ez a június elejé időpont lesz majd, ami tervezhető, és valószínűleg budapesti mérkőzéssel kell számolni. És akkor negyedik kísérlettel jönnek vissza a Rebels támadói, és próbálkoznak egy pontszerzést végigcsinálni, illetve egy pontszerzéssel próbálkoznak a mérkőzésen. Jó védelmet kap Howard, meg is találja az elkapóját, viszont Hegedűs Máték nagyon jól érnek oda. Kovács József Ádámmal, Kovival kiegészítve. Viszont ez így egy first down térő elkapás volt. Christopher Herrintől, a vendégek 16-osától. Félpálya magasságában a Rebels, hogy az előbb bemondta a főbíró, hogy 7 perc környéki idő volt még a negyedből, azóta, hogy a pörög az óra. Ismét egy Herring elkapás, ami jó is. Nagyon szép mozdulattal húzta be Christopher Herring a labdát. Abszolút first down a Wolves vörös zóna határában a vendégek. Jefferson futás próbálja még a lehető legtöbbet kihozni ebből a helyzetből. Talán egy, max. 2 extra yardot még sikerült földövitel előtt megtenni, azzal, hogy előre tolta magát. Ez egy 8 yardos futás volt Jeffersontól. És Tyukod jött le egy picit a földre pihenni. Egy időkérés keretein belül, tehát második és 2 lesz nagyjából a játék. Timeout, Wolves, second team timeout, 5:30 remaining time, 5:30, 5:30. Köszönjük szépen, tehát 5 perc, 30 másodperccel a vége előtt kikéri a Wolves ebben a félidőben a második csapat időkérését. Valami taktikát hívnak be biztos Meruék Francescóval karöltve, és ott van még Hegedűs Bálint is, aki ugye nem tud játszani, hiszen lábsérülésének még a rehabilitációja zajlik, ellenben viszont ott van a pályaszélen és segíti a társakat, kezdve a videóelemzésekkel egészen a pályán való munkáig. Howardnak volt ideje beleállni a passzba, viszont nagyon lehúzta a labdát, így bőven Herring mögé passzolt. Harmadik és 2. Egy sárga zászló túlzó mutogatta, hogy igazándiból tudja, érti. És még az endzone előtt sikerül kiütni Howardot a pályán. Hunka Norbi volt, aki megállította. Personal foul, chop block, offense 73 and 75, 15 yard penalty, replay third down. Ezért mutogatta túlzó, hogy igen, igen, egyértelmű. A bírók is így látták, egy chop block büntetés a vendégek ellen. Itt hiába volt jó Howard futása, akkor is hátrébb kell mennie most a sárgamezeseknek. És ez pedig egy 15 yardos büntetés.
Megint van ideje! Tyukodi. Tyukodi tölelgették meg a fiúk, a társak, Hunka Norbi, hiszen repült a zászló. Ez megint egy pass interference büntetés lehet akár. There were two fouls on the play, both from the defense. Personal foul, roughing the passer, number 53. Pass interference, defense, number 35. Half the distance from the end of the play, first down. Kettő a büntetés is, és mind a kettő a defense ellen szólt, hogy a Bicskei későn jött oda Howardhoz. Az eldobás pillanata után ütötte meg az irányítót. Ez egy roughing the passer büntetés, alapból 15 yardért. A másik pedig Tyukodi Máté volt, aki pass interference büntetést követett el. Ugye az elkapás jó volt Herringtől, a távolság pedig nincs már akkora, amit ki lehet mérni, így megfelezik a távolságot egészen az endzone közelébe. Jut ezzel a Rebels. Most pedig egy Jefferson futás, Kardos Kolos ér oda hozzá, jól vág vissza Jefferson. És most Bicskei odaér hozzá, viszont egy sárga zászló a földön ismét. Nagy konzultáció középen. De azért a beterjed Bicskei Dani nagyon szépen jött oda Jeffersonra és állította meg a Rebels futóját. Úgyhogy az a mozdulat, az gyönyörű volt, az nem lehet elvenni Bicskeitől. Nézzük, hogy a zászló milyen büntetést fog magával hozni. Personal foul, blindside block, offense, number 16. 15-yard penalty from the spot of the foul, repeat first down. Egy büntetés a védők ellen, illetve a támadók ellen, bocsánat, amit viszont a szabálytalanság helyétől fognak kimérni a bírók. Tehát a büntetés a vendégeket terhelte. Ezzel megint egy picit hátrébb szorul a Rebels gárdája. Első és nagyon-nagyon hosszú. Most jó védelmet kap Howard, meg is találja Jeffersont. Egészen a Wolves 6 yardosáig sikerül visszajutni a Rebelsnek. Második és 6 lesz így, illetve második és gól. És ismét egy zászló, megint Tyukodira dobják. Pass interference, defense number 35. Ball will be placed on the 2-yard line. Automatic first down. Tyukodi Máté nyugtatta a társakat, szerintem már ezen ő is csak mosolyogni tud. Most kell csak igazán a buzdítás a fiúknak, hiszen a végjátékban vagyunk már lassan.
Jefferson futása! Az endzone határán. Talán még nem lesz meg. Még pont incsekkel az endzone elé teszik le a labdát. És egy időkérés a vendégeknél. Az első megvan. Jó védekezés a Wolves-tól. Timeout, Rebels, second team timeout. 3-0-7 remaining, 3 minutes 7 seconds. 3-0-7 a hátralévő idő. Köszönjük szépen. Tehát még 3 perc, de ugye 2 percnél automatikusan megkapjuk majd a 2 minute warningot, tehát a 2 perces figyelmeztetést. Nagyon a végén vagyunk már a mérkőzésnek. Incsekre a pontszerzéstől a Rebels. Ezért gyorsan ki is kérték második csapat időkérésüket. Így ha jól számoltam, akkor mind a két csapatnak egy-egy maradt még a végjátékra. És első kísérletre a Wolves kivédekezte a pontszerzését, a Rebels pontszerzését. Nézzük, hogy a többi is sikeres lesz-e. Védő szempontban Kardoskos vetődik ki a pálya szélén. Howard megtartja magának és lép föl, és nyújtja be az endzone-ba a labdát. Ezzel fölkerül a 6 pont a Rebels neve mellé. Olyan, mintha a vendégeknek nem lenne rúgójuk. Egy két pontos kísérletet fogunk tőlük látni. Howardnál a labda. Herringet próbálja keresni passzával Howard. De nagyon magas volt a passz kísérlet. According to international rules, the point is back to under 35, so we will play with normal clock. Visszállunk rendes órára a nemzetközi szabályoknak megfelelően, mert 35 alá ment a különbség. Köszönjük szépen, akkor egy picikét be fogunk lassulni most, hiszen most visszaállunk, 35-ön belül vagyunk, ugye ezzel a 6 ponttal 32 pont a különbség. És a nemzetközi szabályok értelmében visszaállunk. Én úgy tudom egyébként, hogy ha itthon így játszunk, hogy már nem áll vissza az óra, de a nemzetközi teljesen másképp ítéli meg. Tehát itt most visszaálltunk. De nem baj, hát 3 perccel vagyunk a vége előtt. Nem túl hosszú ellenben, jó magas! Kirúgás és Ben Kábel egyessel hordhatja vissza ezt a labdát Varga Peti blokkol Ben Kábelnek, akit az endzone előtt sikerül földre vinni. Első labda érintéséből meg is villant a Wolves egyese. Azt gondolom, ennél jobb szituációban nem hozhatta volna a támadókat Ben Kábel. És ha jól látom, akkor irányító csere történt a Wolvesnál. 8-assal Tóth Levente a pályán. És egy delay of game. Defense, the kicking tee is still on the field. Half the distance to the goal, first down.
De ezt most szerintem senki nem érti. Még a játékosok sem. Aha. Köszönöm szépen, ezt már így hallom magább én is. Tehát fönnmaradt a rúgófa. Akkor most nézzük Tóth Leviéket. Levi megtartja. És Varga Péter! Szakács Kristóf nem bírva hibázni. Ez újabb 7 pont a Wolfszeme mellett. 38-ról indultunk. Kaptunk 6 pontot az ellenféltől. Szerintem mondjuk el, ha benne vagytok. Tehát hol tartunk most? Budapest Wolfs! Bukarest Rebels! Köszönjük szépen, nagyok vagytok. This is the 2-minute warning. 1:58 remaining of the game. And also the difference is back and above 35, so we play with running clock. Na tehát akkor megint visszaálltunk futóórára, de megkaptuk a 2-minute warningot, a 2 perces figyelmeztetést, tehát ennyi van még a mérkőzésből hátra. És ismét fut az óra. Szakács Kristóf pedig ismét rúghat. Tökéletes Szakács kirúgás. Kiesik a visszahordó kezéből a labda. Van idő odaérni a srácoknak. Hegedűs Mátét láttam odaérni. Na, nehogy úgy erő, mint az előbb. Benke Álve gyorsan leviszi a fát. Bizony, bizony. Jöhet a buzdítás, a fiúk igénylik ezt. Nagyon szeretik és kérik is sokszor. Teljesen üres elkapó és alacsony a passz. Christopher Herring most a bal szélen. És ez a sív szó jelenti a végét a mérkőzésnek. Nagyarányú hazai győzelem. Budapest Wolfs, Bukarest Rebels 45-6. És ez pedig nem jelent mást, mint hogy az idei CEFL Cup döntőjében a Farkasok. Gyönyörű játék a Wolfstól, akik most felsorakoznak a felezőnél. És végig fognak jönni lepacsizva az ellenféllel, majd
ki fognak jönni a lelátóhoz is lepacsizni veletek, úgyhogy készüljetek, hiszen ide fognak jönni a lelátó elé a srácok. Én pedig szerintem elmondanám a névsort a teljesség igénye nélkül. Benke Ábel, Dancsó Zalán, Bencsics Márk, Törzsök Tamás, Szabó András, Szakács Kristóf, Tóth Levente, Homoki Gergely, Gecser Máté, Molnár Bence, Bartos Ferenc, Cirok Márton, Hárs András, Varga Tamás, Balázs Ádám, Hunka Norbert, Sebők Attila, Bárci Kristóf, Hegedűs Máté, Szatlmájer Rihárd, Marci Máté, Gombos Dávid, Cukodi Máté, Drabcsik Gergő, Pázmándi Márk, Homoki Balázs, Duca Bálint, Kozma Bálint, Varga Péter, Kardos Kolos, Bánfi Mihály, Kovács József Ádám, Horváth Gergely, Bodnár Gergő, Bicskei Dániel, Katona Dániel, Gráber Zoltán, Gorzás Benedek, Arató Miklós, Klein Márk Henrik, Kispál Gábor, Hartai Gábor, Miklós Dániel, Storc András, Altnéder Márton, Balog András, Flaskai Máté, Túrzó Márk, Borek Dávid, Szűr Barnabás, ők azok a játékosok, akik a CFL Cup döntőbe jutották Budapest Wolves-t, és az edzőnév soha